Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt egy szerelmi jóslásról van szó. Ha benne vagy egy ilyen procedúrában, és úgy gondolod, hogy ő a lelki társad, van egy ilyen ikerláng szerelmi kapcsolat, amikor nem tudod hogyan tovább, mit fog tenni, akkor pontosan ez a jóslás hozzád szól. Ez egy általános kivetés, de megvan erre a lehetőség, hogy kérdezz az ikerláng jóslást tőlem, akkor személyes. A díjam az 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10000 forint. Először is megnézzük a te jelenlegi helyzetedet, ami itt ezen a helyen van. Ez a torony jelentheti azt, hogy van egy kapcsolat valakivel, aki magas és vékony. Ez a torony jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet is. Ez a torony jelentheti azt is, hogy szeretnél valamit megnagyobbítani. Ez a torony utalhat az érzelmeidre is, amikor fogva érzed magad ebben a toronyban. Benne vagy ebben a labirintusban, és keresel egy kiútat, ebből a helyzetből keresel egy megoldást. Az ő jelenlegi helyzete itt a hajó azt jelenti, hogy nála megvan a remény, hogy minden jóra fordul. Az is lehet, hogy tervez egy utazást. Ez a kártya arra is utalhat, hogy külföldön él, vagy vannak külföldi kapcsolatok nála. Mire gondolsz? Mi a terved? Itt a madár jelentheti a mozgást, a könnyűséget, az éneket, a zenét, de utal kommunikációra is. De valakivel szeretnél megbeszélni valamit, vagy vársz arra, hogy ő jelentkezzen, hiszen szeretnél beszélni vele. Az ő gondolata. Hát itt megjelenik a ravasz róka. Ez jelenthet negatív gondolatokat, mint például, ebből ott sem lesz semmi. De ez a ravasz róka lehet egy ravasz személy is, aki figyelgeti őt, aki hamis vele kapcsolatban, kíváncsi vagy irigy rá. És mivel ez a hamisság megjelenik az ő gondolataiban, ez azt jelenti, hogy ő tudja, hogy kiről van szó. És most megnézzük a te érzelmeidet. Itt látható, hogy lesz mozgás, előre mennek az események, irányítod a dolgokat, úgy érzed, valaki közeledik hozzád. Itt a képen egy hölgy látható a klasszikus Le Nomad kártyánál, egy férfi, tehát én úgy gondolom, ez lehet egy barátnő, kolléganő, tehát lehet egy hölgy is, de lehet ez a férfi is, aki közeledik hozzád. Általánosságban itt arról van szó, hogy van mozgás, hogy előre mennek a dolgok. Ez a mozgás lehet sport, vagy autó, vagy kirándulás is. Az ő érzelmei itt megjelenik a park, és az jelenti az elismeréseket, hogy ő áll a középpontban, hogy megvannak az elvárásai, hogy mások észrevegyék őt. Azt is jelentheti a kártya, hogy ő úgy érzi, ti összefuttok a nyilvánosságon.
Most betekintünk a mélybe, mégpedig a te lelki dolgaidba. Ezek lehetnek kármikus témák is, mindaz, amit átéltél a korábbi életedben. Itt a kulcs fontos lehet számodra, az jelenti a magabiztonságod. Vagy te úgy érzed, a lelked az diktálja, hogy jó lenne, ha lezárnál valamit, mert akkor egy időben kinyílik itt egy ajtó, ezek a lehetőségek. Mi történik körülötted? Ez jelenti a szabadság érzetét? Vagy jelenthet korlátozásokat? Itt látható a virágcsokor, ez egy nagyon szép kártya, jelenti a te szépségedet, a szép lelki dolgaidat, az érzelmeket, azon kívül a jó ízlésedet, vagy a jó indulatodat, vagy azt, hogy szeretnél megszépíteni körülötted valamit. Ez a virágcsokor lehet egy kreatív tevékenység is, vagy hogy egy ajándék útban van hozzád. A te következő lépésed. Elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez a kereszt jelentheti a hitedet is, hogy hiszel abban, hogy a sors utatok kereszteződik, és az egy találkozást jelent. És mit tükrözik ő számodra? Mit szeretne közölni veled? Itt a csillagok szerencsét hoznak, itt lesz egy szerencsés fordulat. Ez a kép is jelenti a bizalmat, hiszen minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Mi a te leckéd? Mi a te házi feladatod? Mit kell tanulnod? Itt látható ez az ostor, ami fáj. Ezek lehetnek fájdalmas emlékek. Lehet, hogy voltak a múltban személyek, akik tudatosan megbántak téged. A leckéd az, hogy felejtsd el. Zárd le ezeket a témákat, vagy ezeket a kapcsolatokat. Mi az ő leckéje? Mit kell neki tanulnia? Itt a gólyák jelentik a változásokat. Lehet, hogy eddig félt ezektől a változásoktól, és mindent úgy akart megtartani, ahogy volt, mert úgy érezte, ez adja biztonság érzetét, amit tanul, hogy legyen nyitott a változásokra. Az ő szív nyitása, illetve a jövő, nyitott ő arra a közeljövőben, hogy tervekről beszéljen, vagy kimutassa az érzelmeit? Igen, mert ő keresi a biztonság érzetét ebben a párkapcsolatban, ahol le tud gyökerezni. Azon kívül rendezni akar bizonyos dolgokat, de türelemre van szükség, hiszen egy fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik, neki is időre van még szüksége, amíg nyitott lesz az érzelmeit kimutatni. És ez volt, ez a szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, például azt, hogy tetszett-e ez a jóslás, és
Örülnék annak is, ha meglátogatnál a Facebook oldalon Dendera Medici vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!